ezt a mai napot. Köszönjük, hogy itt vagy közöttünk, mert megvan írva a Te ígédben. Ha ketten vagy hárman összejövünk, Te ott vagy közöttünk. Drága édesatyám, köszönjük ezt a mai napot, felajánljuk ezt a mai alkalmat, hogy a Te dicsőségedre legyen. Kérünk Téged, hogy Te vezess bennünket. Mutasd meg, Atyám, hogy mik azok a dolgok, amiket szeretné, hogy előjöjjenek a mai napon. Kérünk, hogy táplálj bennünket hozzánk illő eledellel, Atyám, a Jézus Krisztus szent nevében. Hadd áradjon a Te szereteted, a jóságod, a kegyelmed ezen a helyen. Érints meg bennünket, Uram. Vágyódunk a Te jelenléted után. Mint szarvas hűs vízforrás, az úgy vágyódik a szívünk a Te jelenlétedre, Uram. Köszönjük, hogy eláztatsz, hogy beitatsz a Te jelenléteddel a Jézus Krisztus szent nevében. És mi a szívünkből dicsérünk, magasztalunk és áldunk mindazért a sok jóért, amit tettél az életünkbe, és mindazért, amit Te vagy. Köszönjük, Uram, hogy ilyen jó Isten vagy, hogy szeretsz bennünket, hogy minden problémából kihozol bennünket, hogy meggyógyítasz, hogy mindig fölemelsz, hogy megvigasztalsz. Köszönünk neked, Atyám, mindent a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Amen, amen. Dicsérjük az Úr Jézust. Ábrahám áldása enyém. Áldott vagyok, bejött önben, áldott vagyok, kimentemben. Ábrahám áldása enyém. Ábrahám áldása enyém. Ábrahám áldása enyém. Áldott vagyok, bejött önben, áldott vagyok, kimentemben. Ábrahám áldása enyém. Ábrahám áldása enyém. Ábrahám áldása enyém. Áldott vagyok, bejött önben, áldott vagyok, kimentemben. Ábrahám áldása enyém. Ábrahám áldása enyém. Ábrahám áldása enyém. Áldott vagyok, bejött önben, áldott vagyok, kimentemben. Ábrahám áldása enyém. Áldott vagyok, bejött önben, áldott vagyok, kimentemben. Ábrahám áldása enyém. Ábrahám áldása enyém. Ábrahám áldása enyém. Áldott vagyok, bejött önben, áldott vagyok, kimentemben. Ábrahám áldása enyém. Ábrahám áldása enyém. Halleluja. Ábrahám áldása enyém. Áldott vagyok, bejött önben, áldott vagyok, kimentemben. Ábrahám áldása enyém. Áldott vagyok, bejött önben, áldott vagyok, kimentemben. Ábrahám áldása enyém. Áldott vagyok, bejött önben, áldott vagyok, kimentemben. Ábrahám áldása enyém. A szívem, követlek Jézus. Döntött a szívem, követlek Jézus. Döntött a szívem, követlek Jézus. Nincs vissza út, nincs vissza út. Döntött a szívem, követlek Jézus. Döntött a szívem, követlek Jézus. Döntött a szívem, követlek Jézus. Nincs visszaút, nincs visszaút. Előre nézek, a régi elmúlt. Előre nézek, a régi elmúlt. Előre nézek, a régi elmúlt. Nincs vissza
út, nincs vissza út. Előre nézek, a régi elmúlt. Előre nézek, a régi elmúlt. Előre nézek, a régi elmúlt. Nincs vissza út, nincs vissza út. Döntött a szívem, követlek Jézus. Döntött a szívem, követlek Jézus. Döntött a szívem, követlek Jézus. Nincs vissza út, nincs vissza út. Előre nézek, a régi elmúlt. Előre nézek, a régi elmúlt. Előre nézek, a régi elmúlt. Nincs vissza út, nincs vissza út. Döntött a szívem, követlek Jézus. Döntött a szívem, követlek Jézus. Döntött a szívem, követlek Jézus. Nincs vissza út, nincs vissza út. Előre nézek, a régi elmúlt. Előre nézek, a régi elmúlt. Előre nézek, a régi elmúlt. Nincs vissza út, nincs vissza út. Döntött a szívem, követlek Jézus. Döntött a szívem, követlek Jézus. Döntött a szívem, követlek Jézus. Nincs vissza út, nincs vissza út. Előre nézek, a régi elmúlt. Előre nézek, a régi elmúlt. Előre nézek, a régi elmúlt. Nincs vissza út, nincs vissza út. Nincs vissza út, nincs vissza út. Nincs vissza út, nincs vissza út. Adj még, adj még.
élek úgy, ahogy te szeretsz. Hadd kövesselek úgy, ahogy te vezetsz. Hadd váljak olyanná, ahogy terveztél, mert az Úr jó.
az Úr, mert Jézus az Úr. Halleluja, halleluja, drága mennyei Atyám. Köszönjük, köszönjük, köszönjük a Te megnyilvánult jelenlétedet. Köszönjük, hogy itt vagy közöttünk, hogy kiárad a Te csodálatos Szent Szellemet. Köszönjük, Atyám, hogy mozdulsz, megnyilvánulsz közöttünk. Hálát adunk neked, Atyám, hogy a fejfájások elmúlnak, hogy az ördög minden igája megtörik ezen a helyen, ezekben az életekben. Köszönjük, Atyám, hogy a Te ígéd hatalmat vesz a mi életünkbe, és gyümölcsöt terem. Hálát adunk neked, drága mennyei Atyám. Köszönjük, hogy vagy nekünk. Köszönjük, hogy minden igazságra elvezetsz. Köszönjük neked, Atyám, hogy minden problémából kimentesz. Hogy sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr. Hálát adunk neked, drága mennyei Atyám. Köszönjük, hogy Te vagy a mi ellátásunk bőséges, túlcsorduló és kiaphatatlan forrása. Minden hála, minden dicsőség egyedül Téged illet. Köszönjük, Atyám, hogy könnyűvé tetted az életünket. Dicsőség, dicsőség, dicsőség neked, drága mennyei Atyám, a Jézus Krisztus szent nevében. Amen, 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 amen. Ölelgessétek meg a szomszédaitokat, Isten hozott. Legjobb helyen vagytok. Szia, szomszéd, megint. Szia, kicsi szomszéd. Nézd, ki van itt. Anya, oda mész. Ott az ajtóban. Oda mész. Halleluja. Hopszi. Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket. Örülök, hogy itt vagytok. Áldott legyen az Úr Jézus. Tudjátok, hogy ma a hónap első kedje van, úgyhogy nem szeretném nagyon sokáig húzni az időt, nem is készültem hosszú tanítással, és ez nem azt jelenti, hogy el kell rohanni mindenkinek, ahogy vége van a prédikációnak, ugyanis ez a szokásunk, hanem azt szeretnénk, hogy ezt a szokást egy kicsit megtörjük, hogy egy kicsit tudjunk közösségbe lenni egymással, hogy egy kicsit tudjunk beszélgetni, egy kicsit tudjuk jobban megismerni egymást, és megtudni, hogy éppen most kinek mi van az életében. Esetleg, ha valami olyan van, hogy tudjunk segíteni egymásnak. Úgyhogy ne sajnáljatok ezt az időt, hoztunk többetekkel együtt, hoztunk finomságokat, úgyhogy szeretnénk ezt veletek együtt elfogyasztani, és jó kis közösségben lenni veletek. De van egy-két dolog, amit azért szeretnék megosztani veletek. Itt van azért a Bibliátok, elhoztátok mégiscsak, mára is. Emeljük fel jó magasra, és valljuk meg, hogy ez itt az én Bibliám. Az vagyok, amit Isten igéje mond rólam. Mindaz megvan nekem, amit az ige mond rólam. Mindazt meg tudom tenni, amit Isten igéje mond, hogy meg tudom tenni. Ma tanulni fogok Isten igéből, ezért bátran kijelentem, hogy az elmém nyitott, és a szívem befogadó. És többé nem maradok ugyanilyen, hanem elváltozom az ő ábrázatára. Tudom, Atyám, letehetitek a Bibliátokat, hogy a cselekedeteim által nem érdemlem ki a Te jóságodat, de itt vagyok, hogy elfogadjam ingyen a Te kegyelmedből most. Amen. Halleluja. Halleluja, halleluja. Nem tudom, hogy figyeltétek a szövegeket, amiket énekeltünk, hogy kérünk még többet az ő erejéből, az ő jelenlétéből, és hogy erre vágyódunk, és hogy követlek Jézus, és őt követjük. Ezek nagyszerű gondolatok, és nagyszerű elképzelések, és hányan hiszitek, hogy még nagyszerűbb, ha ezt komolyan is gondoljuk. És ezt szerint akarunk élni, és ezt valóban meg akarjuk tenni, hogy ez nem csak egy dal, amit éppen valaki előhozott ma, hanem ezt így a szívünkből őszintén tudjuk énekelni, hogy igen, ezzel egyetértek, ez így van az én életemben, én szeretnélek követni Jézus, én akarok az ő jelenlétéből többet. Hányan szoktátok tapasztalni az ő jelenlétét? Kissé, többé, hogy azért ő van, hogy van valaki, is érezzük, hogy ő van, és tudjuk azt, hogy ő mindenhol ott van. Amen.
Most is itt van, nagyon is itt van. Amen. Megírta Isten az ő igében, hogyha ketten vagy hárman összejövünk az ő nevében, ő itt van közöttünk. Halleluja. És azt is tudjuk, hogy ha bár ő ott van mindenhol, nem mindenhol jut szóhoz, nem mindenhol tud labdába rúgni, nem mindenhol tud megnyilvánulni, ha bár ott van. Amikor éppen készülünk egy rossz döntést meghozni, ő vajon akkor is ott van? Vasárnap ez is elhangzott, és csak szeretnék visszautalni erre egy kicsit, hogy Erzsike prédikálta és kérdezte a gyülekezettől, hogy amikor Jézus ott van velünk a hajóba, akkor elboríthatnak-e a hullámok? És ugye azt válaszoltuk, hogy nem, persze, hogy nem, de igazából senki nem költötte volna fel Jézust, akkor még akár minden esély meg lett volna arra, ugyanis a hullámok becsaptak a hajóba. És bejöttek a hullámok, és ha ezt máshogy szeretnénk megnézni, akkor megkérdezhetnénk ezt úgy is, hogy vannak-e keresztények, akiket elsodornak a hullámok, akiket a problémáik elsodornak, hogy olyan sok bajuk van, hogy nem látszanak ki a problémáik alól, hogy lehetséges ez, hogy valaki keresztény, és mégis ilyen történik vele. Sajnos előfordulhat, ha bár Isten ott van vele, Jézus ott van veled, de hányan hiszitek, hogy Isten nem a problémáink mozgatják. Ezt mi tudjuk már, amen. Tudjátok ezt, hogy lehet akár mekkora problémád, ez nem elég ok Istennek ahhoz, hogy ő bele is szóljon. Ugyanis Istennek megvan, idézőjelben megvan kötve a keze, mert ő a hatalmat Ádámnak és Évának odaadta. Ugye Ádámnak adta konkrétan oda, és ezt a hatalmat Ádám továbbadta az ördögnek. Innentől kezdve kerültünk mi bajba. És utána, amikor jött Jézus, legyőzte az ördögöt, és ezt a hatalmat visszaszerezte, és tudjuk, hogy nézzük azért ezt meg, mindjárt megkeresem nektek valamelyik evangélium végén, talán a Máté evangélium végén. Igen, Máté evangélium 28. fejezetében, olvassuk a 18-as verstől, Máté evangélium 28. fejezet, és a 18-as verstől olvassuk azt, hogy és hozzájuk menvén Jézus szól a nékik mondván: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szent Szellemnek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Halleluja. Szóval mit mondott az ige? Hogy Jézus mondta, hogy nékem adatot minden hatalom, és azt mondja, hogy elmenvén tegyetek tanítványokká. Ő visszaszerezte ezt a hatalmat, és odaadta nekünk. És amiről tanultunk vasárnap is, hogy ezt a hatalmat használnunk kell. Tudnunk kell róla, hinnünk kell benne, és ezt használnunk kell. A királyok hogyan uralkodnak? Legfőképpen gondosan használják a szavaikat. Tudjátok, hogyha valaki elég nagy hatalomban van, elég befolyásos ember, és vannak emberek körülötte, akik tudják, hogyha ő mond valamit, akkor azt teljesíteni kell, akkor egy ilyen embernek jobb, ha odafigyel a szavaira, ugye? Tehát amikor mondjuk egy miniszter, vagy bárki, aki komoly beosztásban van, és ott vannak az alkalmazottai, akkor nem mondhat olyanokat meggondolatlanul, hogy hát ez a törvény nem tetszik nekem, amit a múlt héten hoztuk, szerintem ezt töröljük el, meg nem jó ez, így kéne valami más, és nem is gondolja komolyan, és kimond ilyen dolgokat. Ilyen esetben az embernek a szavának súlya van, és komoly következményei vannak, és ezek az emberek nagyon jól tudják, akik ilyen pozícióba kerültek, hogy nem mondhat bárhol, bármikor, bármit, mert ennek komoly következménye van. Hányan tudjátok, hogy Isten bennünket királyokká és papokká tett? Mindannyiunkat. Amen. Királyok és papok vagyunk. Amen. És mint király, oda kellene figyeljünk arra, hogy mi az, ami kijön a szánkon, és az, ami kijön a szánkon, az olyannak kellene, hogy legyen, amit nem bánjuk, ha megtörténik velünk. Amen. Kimondtam, és azt mondaná neked Jézus, hogy legyen a te hited szerint, akkor azt kéne mondjuk, juhi, dicsőség Istennek, meg lesz, amit kimondtam. Amen. Nem kéne olyat mondjuk, hogy bocsánat, nem lehetne ezt kitörölni. Amen. Szóval, hogy hatalmat kaptunk, ezt használnunk kell, és én nem tudom, hogy ti hogy vagytok, de én szeretném, és hiszem is, hogy meg fogom látni Isten erejét még nagyobb mértékben megnyilvánulni rajtatok, rajtam, a családjainkon, hogy az emberek felfigyelnek arra, hogy te más vagy. Amen. Ugyanis mi nem úgy reagálunk a dolgokra, ahogy a világ, ugye? Hogy a problémák, ha bár elérnek bennünket is, nem sodornak magukkal. Ugyanis akinek a háza kősziklára épült,
amikor jön az árvíz, fújnak a szelek, beleütközik abba a házba, de megáll az a ház. Amen. Nem borul össze, nem dől össze. És ezek vagyunk mi. Hányan építitek az életeteket a kősziklára? Krisztusra, az ő kijelentéseire, hogy az alapján éltek, amit ő mond nekünk. Amen. Az alapján élünk. És én valóban úgy gondolom, hogy igenis vágyodnunk kellene az ő erejének a megnyilvánulására még nagyobb mértékben. Hadd jöjjön valóságba a mi életünkbe az, amit Isten szeretne. Hányan hiszitek, hogy Istennek nagyszerű tervei vannak az életünkre? Amen. Hiszitek ezt, hogy nem azért teremtett ide, hogy itt szenvedgessünk egy kicsit, és aztán majd egyszer csak halljunk meg, aztán kész jöhet a következő felvonás, hanem hányan hiszitek, hogy Isten szeme fénye vagyunk? Amen. Hogy az ő teremtményei vagyunk, az ő szeretett gyermekei vagyunk. Ugye azt mondja a Biblia, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszőben el ne vesszen. Ha ez igaz, akkor legalább annyira szeret téged Isten, mint az ő egyszülött fiát Jézus, de hogyha jobban belegondolunk, talán egy kicsit még jobban is szeret bennünket. Ugyanis hajlandó volt értünk adni az ő egyszülött fiát. Amen. És ez azt jelenti, hogy Isten nagyon-nagyon szeret, nagyon értékes vagy az ő szemébe, és nem tudom, hogy tudod-e látni ezt, de a helyzet az, hogy Isten, amikor ránk néz, nem azt látja, amit a legtöbb ember lát, amikor ránk néz. Tudjátok, hogy az emberek könnyen bedobozolnak, becsomagolnak, bekategorizálnak, hogy te egy szegény, te egy gazdag, te egy szerencsétlen, te egy hívő, te egy hitetlen, te egy ilyen, te egy olyan ember vagy. De amikor Isten ránk néz, akkor ő egy hitisten. Amen. Rád néz, és látja azt, hogy te most hol tartasz, és azt is tudja, hogy hol fogsz tartani 5 év múlva, 10 év múlva, és ő úgy tekint rád, mint egy győztesre. Képzeld el, amikor megszületik egy kis csikó, mondjuk egy ilyen arab telivér kis csikó, ő is még kis gyenge, kis butuska, kis csikó, és kis játékos, de azok, akik ezt tenyésztik, ők nem így tekintenek erre, hanem ezt óvni, vigyázni kell rá, mert ebből egy nagyon értékes versenyló lesz. Csupán idő kérdése, hogy felnövekedjen oda. Hányan hiszitek, hogy mi mindannyian növekedési folyamatban veszünk részt? Itt vagyunk a Földön, újjá születtünk, amen, romolhatatlan magból, és mi történt? Elkezdtünk táplálkozni Isten igével, és ez hozza magával, hogy növekszünk, amen. Főleg, hogyha használjuk is azt, amit megtanultunk, ugye, hogy nem csak a hallgatói vagyunk az igének, hanem a cselekvői. Akkor növekedni fogunk. És Isten úgy tekint ránk, amikor ránk néz, hogy emlékeztek, amikor mondtam pár héttel ezelőtt, hogy Isten mutatta egy ilyen látásba, hogy mint kis gyöngyszeme Istennek, akik ragyogtok, akik győztesek vagytok, akik bejöttök, és tele vagytok bizonysággal, és örömmel, és hittel, mert hisztek Istenbe. Ő így néz ránk. Amen. Nem úgy, hogy már megint elrontottad, mit keresel itt, minek is jöttél ide, hanem úgy tekint rád, hogy jó, hogy ide jöttél. Tudjátok, hogy mondja Isten igéje, hogy a jó erkölcsöt megrontják a rossz társaságok, ugye? Ugyanis van ebben valami, hogy akinek a társaságában vagy, akinek a társaságában időzöl, olyanná kezdesz válni, ugye? És az a helyzet, és az a jó helyzet, hogy ha mi Isten jelenlétében, megnyilvánult jelenlétében időzünk, minél többet vagyunk, kihez kezdünk majd hasonlítani? Lehetséges-e, hogy Istenhez hasonlítsunk? Lehetséges, hogy még jobban hasonlítsunk Istenre, mint ahogy már ezt most megtesszük? Amen. És hiszem azt, hogy ti is szeretnétek meglátni az ő erejét egy nagyobb mértékben, hogy felfedje, hogy kinyilvánítsa magát, hogy megmutassa az utat előttünk. Ha megtennétek, hogy ellapoztok a János Evangélium 14. fejezetére, és azon belül megnéznénk a 21-es verset. János Evangélium 14. fejezet és a 21-es vers. És így szól, hogyha ott vagytok, hogy aki ismeri az én parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig engem szeret, az szereti az én atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Halleluja, kijelentem magamat annak. Szeretem ezt úgy olvasni, ahogy a bővített Biblia mondja, és ha megengeditek, felolvasom ezt az igét, azt mondja, hogy az a személy, akinél megvannak az én parancsolataim, és megtartja azokat,
az szeret engem igazán. És aki igazán szeret engem, az szeretve lesz az én atyámtól. Az szereti az én atyám. Én is szeretem azt, és megmutatom, felfedem, kinyilvánítom magam annak, megengedem, hogy tisztán lásson engem, és valóságossá teszem magam annak. Halleluja! Én szeretném, hogyha Isten még valóságosabb lenne a számomra, mint amilyen valóságos most. Hányatoknak valóságos Isten, hogy tudod, hogy ő van, biztos vagy benne? Vannak dolgok, amiket direkt nem teszel meg, mert tudod, hogy ő van. Hányan hiszitek, hogy kell legyenek olyan dolgok az életünkben, amiket nem teszünk meg azért? Istenre való tekintettel nem teszünk meg dolgokat, nem élünk gátlástalanul, nem csapunk be másokat, nem rontunk meg másokat, nem lopunk el dolgokat, mert tudjuk, hogy ezt a mi Istenünk, a mi atyánk ezt nem nézni jó szemmel. Amen. És ezért mi azt szeretnénk tenni, amit ő parancsol nekünk. De mi az ő parancsolata? Mindenki tudja, ugye, hogy mi az ő parancsolata? Hallhatnám így mindenkitől együtt, hogy mi az ő parancsolata? Hogy szeretetben járjunk, hogy úgy szeressük egymást, ahogy ő szeretett minket. Ezt mindannyian tudjuk. Bocsánat. És azt mondja itt az ige, hogy aki ismeri, a legtöbb keresztény ismeri ezt a parancsolatot, és azt mondja, hogy viszont az, aki megtartja azokat, az szeret engem. Hányan hiszitek, hogy két különböző dolog erről tudni, vagy ezt megtartani? Észrevettétek, hogy az, hogy tudod, hogy mit kéne tegyél, az egy nagyszerű dolog, de az, hogy ezt konkrétan meg is tedd, az egy egész másik kérdés. És hányan tudjátok, hogy időről időre meg vagyunk kísértve, hogy kiessünk ebből a szeretetből? Mégis ez a legnagyobb parancsolat. És ha szeretnénk azt, hogy Isten még inkább megnyilvánuljon az életünkbe, hogy valóságosabb legyen, hogy megnyilvánulhasson egyáltalán az életünkbe, akkor ez egy alap feltétele, hogy mi megtartsuk az ő parancsolatát. Amen. Egy-két dolgot tudunk már a szeretetről, biztos vagyok benne, hogy folyamatosan tanulhatunk erről. Kenneth Hagin egy igen vastag könyvet is írt erről, hogy a szeretet út a győzelemhez. Ezt érdemes elolvasni és olvasgatni, és alkalmazni azt, amit tanulunk belőle. De éppen a tegnap találkoztam néhány testvérünkkel, és beszélgettünk, és mondták, hogy az egyik hívő testvérünknek a férje azt kérdezi, hogy miért nem lehet látni XY-on, hogy valami is lenne, mert éppen bizonyságot akartak neki tenni, a férj még nem fogadta el Jézust, a feleség igen, és bizonyságot akartak neki tenni, de már hosszú ideje már őt próbálják rávenni, hogy higgyen, de idáig nem túl nagy sikerre, és mondja, hogy hát mióta ide járunk, mióta hiszünk és olvassuk az igét és imádkozunk, azóta annyi jó dolog történt velünk, és elkezdhetné sorolni, mert rengeteg van. Mondja, hát akkor miért nem látom a feleségemet? Hányan hisztek, hogy önmagában az, hogy valaki tudja, hogy mit kéne tenni, az nagyszerű. De még egy lépés tovább kell menjünk, hogy megtegyük azt, amit tudunk. És igazából akkor fogjuk megtapasztalni a győzelmeket. És Jézus ugye parancsolta, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket. Nemrég mondtam, hogy ez a politikus így fogalmazta meg a sikert. Azóta egyre inkább motoszkál ez bennem, hogy igen, ez számomra is ezt jelenti a siker, hogyha Isten ezt a parancsolatot adta, és tudjuk, hogy ez az egyetlen parancsolat, amit adott nekünk, hogy szeressük egymást úgy, ahogy ő szeretett minket, hogyha a napom úgy telik el, hogy ezt a parancsolatot meg tudtam tartani, akkor valóban mondhatom magam sikeresnek? Van-e ennél fontosabb dolog, amit meg tudnál tenni egy nap? Sokszor a mi listánkon van egyébként, tehát el akarok menni vásárolni, a fodrászhoz is el kéne menni, meg főznöm kell, meg takarítanom, meg különböző fontos dolgaink vannak, de lehet-e bármi fontosabb ennél a parancsolatnál az életünkbe? Nem kell feltedd a kezed, de volt-e már ilyen veled, hogy valamit mégiscsak előbbre soroltál, hogy ez annyira alap, hogy szinte el is feledkeztünk róla, és akkor belemélyedtünk abba, hogy mi az, amit nekem ma kell elvégeznem. Hányan hiszitek, hogy ezt minden nap, ez a feladat, ez a fő feladat, hogy ha lenne ilyen listánk, ezen egyébként még sose gondolkodtam így, én szoktam néha listát írni a teendőimről, ezt kéne fölírjam elsőnek, hogy egész nap szeretetben járni. És utána jönnének a másikok. Hányan hiszitek, hogy ha így éljük az életünket, hogy valóban arra törekszünk, hogy a legnagyobb parancsolatot megtartsuk,
akkor ezáltal megengedjük Istennek, hogy ő belépjen az életünkbe. Ugyanis bármelyik élethelyzetbe, amiben csak vagy, ha szeretnéd, hogy Isten belépjen, akkor amikor te abba az élethelyzetbe szeretetet viszel, kit vittél be oda? Isten magát, mert Isten maga a szeretet. Amen. Akármilyen élethelyzetben legyél, lehet egy munkahelyi problémád, lehet akármilyen területén az életednek, ha abba szeretetet viszel bele, hogy türelmes, kedves, hosszú tűrő, segítőkész vagy, akkor tulajdonképpen Isten magát vitted abba a helyzetbe. Milyen kimenetele lehet annak, amikor Isten veled együtt munkálkodik egy ügyön? Garantálom, hogy egyetlen egy kimenetele lehet, hogy győztes vagy. Tudjuk, hogy nélküle elvesztünk, és nélküle semmik vagyunk, de vele együtt, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk, vele együtt a kőfalon is átugrunk, vele nincs lehetetlen. Ha ő veled van, és van joga lépni az életedben, megtenni dolgokat, akkor nincs lehetetlen a te életedben. Amen. És én ennek örülök nagyon. Áldott legyen az Úr. És ha megtennétek, hogy az 1 Korintus 13-ra ellapoznánk, és egy kicsit csak megpróbálnánk feleleveníteni azokat a jellemzőket, amik jellemzik a szeretetet, hogy milyen is a szeretet. Ugyanis, hogyha én szeretetbe akarok járni, akkor tudnom kell, hogy ezt hogy kell tenni, tudnom kell, hogy mit jelent ez. Tudjuk, hogy nem egy érzésről van szó, hanem egy döntésen alapuló cselekedeteken. Arról van szó, hogy Isten ilyen, és azt várja tőlünk, hogy mi is ilyenek legyünk, hiszen az ő gyermekei vagyunk, ő a szeretetét kitöltötte a szívünkbe, és azt várja, hogy nyissuk meg magunkat neki, hogy engedelmeskedjünk, engedjük kijönni azt a szeretetet, ami ott van a szívünkbe. És hányan hisztek, ezt mi eldönthetjük? Hogy amikor rálép valaki a lábujunkra, vagy eltapos a villamoson, vagy a metron, akkor te is arrébb lököd egyet, hát mit képzelsz magáról, vagy megnyitod magad a szeretetnek, ami benned van. És a szeretet egyébként nem mindig azt jelenti, hogy hagyod, hogy állandóan eltapossanak. És a szeretet nem tesz téged gyengévé, gyávává, de legfőképpen ez a szeretet egy szívbéli hozzáállás, hogy szereted a másikot, és hogyha szereted a másik embert, még aki árt neked, azt is tudod szeretni. Ugye tudjuk, hogy Jézus ezt mondta, hogy hallottátok, megmondatot, szemet szemért, fogad fogért, de, hogy mondta ő? De, hogy folytatódik? De én azt mondom, hogy szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik gyűlölnek és háborgatnak titeket. Meg tudjuk ezt tenni? Mi történik, ha ezt megteszed? A jóval legyőzöd a gonoszt. Amen. Két rossz, két tűz a legtöbb esetben nem oltja ki egymást, hanem csak nagyobb lángok lesznek és megemésztenek dolgokat. Halleluja. Szóval nézzük meg az 1 Korintus 13. fejezet első versétől. Azt mondja itt Isten igéje, hogy ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. Olvashatnánk ezt úgy, hogyha a héten, az összes imakörön ott vagyok, és egész héten nyelveken imádkozok, szeretet nincs bennem, akkor olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És a jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is, ugyannyira, hogy hegyeket mozdítok ki helyükről, szeretet pedig nincs én bennem, semmi vagyok. Győztes lehetsz akkor, ha hatalmas hited van, de nincs benned szeretet. Lehet, hogy elérsz eredményeket, hegyeket mozgat meg, és mégis mit mond? Tehát lehet, akkora egész hitem van is, ugyannyira, hogy hegyeket mozdítok ki a helyükről, szeretet pedig nincs én bennem, semmi vagyok. El tudsz érni eredményeket, úgy tűnik, hogy megnyertél egy-két csatát, de igazából a háborút elveszítetted, és vesztes vagy, nem vagy győztes. Ha nem jársz szeretetben, teljesen mindegy, hogy mit szerzel meg magadnak, vesztes vagy. Ugyanis bennünket nem ezek a dolgok minősítenek, nem ettől leszünk győztesek, amen. Nekünk hányan hiszitek, hogy egy nap meg fogunk állni a mennyei atyánk előtt szemtől szembe? Meg fogjuk nézni azt a fehér tront, amin ő fog ülni, és meg leszünk ítélve a cselekedeteink szerint. És hányan szeretnétek olyan életet élni, hogy ne lehajtott fejjel kelljen ott álljunk, hanem hogy kihúzod magad. És akkor az atya elmutogatja, hogy miket tettél,
és ezek a jutalmak, és akkor azt mondod, hogy halleluja, tudtam, hogy jó vagy, Uram, tudtam, hogy jó vagy, hogy úgy várjuk ezt a napot, hogy örömmel. Én emlékszem, amikor évekkel ezelőtt hallottam már, hogy az Úr visszajön, és elragad, és elmegyünk, és én rendesen féltem. Féltem ettől, és minden okom megvolt, hogy féljek igazából, mert éreztem ott belül, hogy Isten akar valamit az én valamit tőlem, hogy valamit akar kezdeni, velem használni akar, és én még eszem ágában nem volt, hogy bármit is engedelmeskedtem volna ennek, és bármit is megtettem volna abból, amit Isten rám bízott, és ott belül éreztem, hogy csak még ne jöjjön. Olyan jó neki, hogyha ő ott van, ahol van, ne jöjjön, még féltem ettől. És amikor elkezdtem engedelmeskedni Isten hívásának, amikor elkezdtem cselekedni azt, amit ő mond nekem, akkor valahogy egy békesség jött, és most úgy vagyok, ha most jönne ebbe a pillanatba, menjünk. Ha még vár 5 évet, 10-et, 20-at, alig várom, hogy jöjjön. Teljesen mindegy, hogy mikor jön. Elhatároztam magam, hogy ahogy énekeltük, hogy követem Jézust. Amen. Nem jelenti azt, hogy nem követek el hibákat. Lehet, hogy te is fogsz elkövetni hibákat. Hányan hiszitek, hogy Istené van megbocsátás? Amen. Hogy ő egy kegyelmes, megbocsátó, hosszú tűrő Isten. Amen. És ha elrontod, nyugodtan oda mehetsz elé, és megvallhatod neki, hogy Atyám, bocsáss meg, ezt a butaságot csináltam. Köszönöm, hogy megbocsátottál. És az ő fiának vére megtisztít minket minden hamisságtól. Amen. És tiszta lappal mehetünk tovább. Erről jó lenne egyébként még beszélni egy kicsit többet erről a megbocsátásról, meg hogy hogyan működik ez, mert nagyon a szívemen van az, hogy van Kiszmúrnak egy tanítás sorozata, de abból van 2 tanítás, azt hiszem, amit nagyon-nagyon fontosnak találok, és sokkal jobban szeretném lefordítani, mint hogy esetleg azokból részeket én elmondjak. Úgyhogy ha valamikor a szíveteken van, akkor nagyon-nagyon örülnék, ha tudnánk találni erre időt, hogy lássátok, hogy meghallgassátok, lefordítanám, hogy érthessétek meg ezeket. Nagyon mély tanítások, 1-2 olyan tanítás, ami helyre rak bennünk dolgokat, és nagyon-nagyon hiteles, és nagyon örülnék, hogyha első kézből hallgathatnátok meg ezeket, és hiszem, hogy erre az Úr ad közelebbről lehetőséget, és meg fogjuk tudni ezeket hallgatni együtt, találunk erre időt. Hányatoknak van ideje Isten igére? Hogy szóljon hozzánk az Úr, hogy nem vagyunk akkora nagy rohanásban, hogy Isten ne tudna szólni hozzánk. Aki igen, azok fölösleges köröket futnak. Én ezt tudom, futottam elég sokat ezekből a körökből, és még előfordult a közelmúltban is, de én nem szeretnék több fölösleges kört futni, nem tudom, hogy ti hogy vagytok. Amikor dolgozol, gürcölsz, szenvedsz, nélkülözöl, spórolsz, és az egészet hiába, hogy fölösleges volt az egész. Hányan tudjátok, hogy ha az Úr nem építi a házat, akkor mi történik? Hiába dolgoznak azon az építők. Az ember próbálgathatja elérni a nagy céljait, dolgozhat rajta, és ha az Úr nincs mögötte, ha Isten nem támogatja ezt, akkor mi történik? Ha az Úr nem őrzi a várost, akkor hiába vigyáz az őriző. Ugye hiába őrzik a várost, hogyha Isten nem védelmezi meg, akkor az kevés. Hiába dolgozol te a dolgaidon, ha Isten nem támogatja ezt. És hányan tudjátok, hogy sokkal könnyebb úgy sikeresnek lenni, hogy nem azt próbáljuk Isten, nem Istent próbáljuk meggyőzni, hogy áldja meg az én tervemet, hanem hányan hisztek, hogy sokkal könnyebb és sokkal hatékonyabb módszer az, hogy megtudni, hogy mi az ő terve, és elkezdem azt csinálni, ami már eleve áldott. Hiszitek, hogy ez ég és föld? Ég és föld. És azt is tudjátok, hogy Isten bármit megenged, hogy megtegyél, amit csak szeretnél, ha eléggé szeretnéd, ha eléggé kéred őt, meg fogja engedni azt is, ami egyáltalán nem az ő akarata. Szabad akaratot adott, és én régen azt hittem, hogyha ráveszem, hogy Isten azt mondja, hogy oké, na jó, csináld, akkor ezzel azt jelenti, hogy ő az áldását adta rá, nem adja az áldását rá, megengedi. Istennek van a tökéletes, a megengedő, és milyen akarata? Jó, jó, tökéletes, megengedő, ez a 3 fokozat van. Sose tudtam, hogy melyik után jön így a rangsorba. A tökéletes, azt lehetem képzelni, az lehet fölül. Na, minden esetre, tehát van Istennek egy megengedő akarata is, amikor azt mondja, hogy én nem szeretném, de ha te annyira ragaszkodsz hozzá, legyen úgy. Lenne nekem egy jobb ötletem, de ha ragaszkodsz, legyen úgy, és ilyenkor beírjuk sokkal kevesebben, ahelyett, hogy tényleg így a teljességét tapasztalnánk meg a dolgoknak. Halleluja! És ha a vagyonomat mind felétetem is, és ha a testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincs én bennem, semmi hasznom abból.
A szeretet hosszú tűrő, kegyes. A szeretet nem irigykedik. Halleluja! Ha valamelyikünk áldott lesz, kijön bizonyságot tenni, akkor ugye nem az fogalmazódik meg bennünk, hogy bezzeg, én régebb óta vagyok hívő, mint ő. Hogy lehet, hogy ezt ő kapta meg, ezt az áldást? Mit mondunk? Dicsőség Istennek, én leszek a következő. Amen. Ha te is szeretnél egy ilyet, áldott legyen az Úr. Egyre közelebb vagyok én. Rám is rám kerül a sor. Amen. Hogy a hitünket kimondva felszabadítjuk, hogy köszönjük, Uram. Örülünk, vele együtt örülünk, és tudom, hogy én leszek a következő. Halleluja. Szóval a szeretet nem irigy. Valaki áldott lesz, kap egy autót, kap egy jó munkahelyet. Nem nézünk rá rossz szemmel. Egy test vagyunk. Hányan hiszitek ezt, hogy mi Krisztus teste vagyunk, és mi mindannyian együtt alkotjuk az ő testét? Ha valami jól esik az egyik testrészednek, megsimogatják, meglapogatják a válladat, az az egész testnek jól esik, nem igaz? Ha valamelyikünk sikeres lesz, ezzel mindannyian sikeresebbé lettünk. Egy test vagyunk. Amen. És nem egymás elől kell elkapkodjuk az áldásokat. Hányan hiszitek odafönt? Van annyi áldás, hogy mindannyiunknak jut bőven. Annyi, hogy nem kell, hogy elvegyük egymástól az áldásokat, hanem el kell fogadjuk a saját áldásainkat. Amen, mert van. Ugye tudjuk, hogy mindennel meglettünk ajándékozva, ami az életre és az Isten félelemre való. Amen. Úgyhogy nem irigykedünk másokra, ha szeretetben járunk, akkor valaki sikeres lesz, szívből örülünk neki. Amen. Gratulálunk, dicsőség Istennek, és ha te is szeretnéd ilyet, nyugodtan mondd, hogy én leszek a következő. Halleluja. Halleluja. Nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik. Ha valami sikerült, akkor Isten megáldott, akkor nem hencegünk ezzel állandóan, sőt, hogyha el is mondjuk ezeket, akkor ezt úgy mondjuk el, hogy egyértelműen az jöjjön le belőle, hogy milyen jó Isten, mert ő adta. És azt viszont nem szégyeljük. Azt elmondjuk fűnek, fának, hogy egy jó Istenünk van, hirdetnünk kell Isten jóságát, amen. De amikor ezeket elmondjuk, akkor nagyon vigyáznunk kell arra, hogy nehogy az jöjjön le belőle, mint ahogy sok vallásos ember, ha találkoztak ilyet, aki gyakorolja a vallását, a legtöbben arra büszkék, hogy ők milyen alázatosak, hogy én milyen jó ember vagyok, hogy én nem követek el nagy bűnöket, hogy én milyen sokat imádkozok, és hogy nem Isten dicsérik, hanem magukat dicsérik. Vajon ez kedves lehet Istennek? Azt mondja, hogy én vagyok az Úr, ez a nevem és a dicsőségemet, segítsetek, hogy másnak nem adom oda. Ő a dicsőséget magának akarja. Bármit megtesz nekünk, és csak annyit kér, hogy ismerjük-e, hogy ezt tőle kaptuk. Minden jó, és tökéletes ajándék honnan való? Felülről. És mi csak ezeket fogadjuk el. Amen. Ami nem jó, ami nem ajándék, köszönöm, nem kérem. Amen. Jön egy fájdalom a testedbe, távozz tőlem, sátán. Ez nem az Úrtól van, ezt nem fogadom el, ezt nem kérem. Halleluja. Halleluja. Nem fuvalkodik fel. Nagyon nagy a kísértés, amikor elkezd a szekér gurulni, elkezd az életed fölfele menni, elkezdesz sikeres lenni, az Úr elkezd használni. Halleluja, az jó dolog, ugye, ha használ az Úr? Abszolút, egy nagyon jó dolog. Hányan tudjátok, akik már átmentetek ezen, amikor elkezdett használni az Úr? És elkezdesz úgy az előtérbe kerülni, hogy olyan nagy a kísértés, hogy igen, hát igen, engem használ az Úr, fú, hát de tudod, mennyit imádkozok? És nyelveken 5 órát imádkozok, meg 10 órát imádkozok, és minden imakörön, és egy Isten tiszteletről nem hiányoztam egész évben. Hát jó, persze, áldott vagyok, de hát én mit teszek? Nem. Minél följebb emel az Úr, mi annál alázatosabbak leszünk, amen, hogy köszönjük Istenem, köszönöm Istenem, hogy ez csak a te kegyelmedből van, ezt nem érdemeltem ki. Ugye tudjuk, hogy amúgy se tudjuk kiérdemelni Isten jóságát. Ha megtartod minden ő parancsolatát, meg tudod tartani minden parancsolatát? Mindig? Vagy időnként elrontod? Mert ha csak egyetlen egyet is elrontasz, szükséged van Isten kegyelmére. Ha pedig kegyelemből kapod, akkor miért dicsekedsz vele, mint hogyha ha ezt te cselekednéd, ugye? Mit kell tegyünk, amikor kezdünk áldottak lenni? Folyamatosan emlékeztetni magunkat, hogy ezt Isten tette. Ezt Isten tette. Még régen történt ez velem, de a mai napig szinte így beleégett a szívembe, hogy egyszer mentünk valahova Jim Pastorral, valami jelentéktelen ügyet intéztünk, és beálltunk egy parkolóhelyre, ahol időnként szokott lenni parkolóhely. És mondja, látod ezt a parkolóhelyet? Dicsőség Istennek, hogy az Úr elkészítette nekünk ezt a parkolóhelyet. Halleluja. Nem is gondolkodtam addig rajta, hogy ilyen apró dolgokat is hálát adott, hogy egy parkolóhely, hogy volt parkolóhely, de egy olyan helyen, ahol általában szokott lenni parkolóhely.
én csak néztem, és aznap figyeltem, olyan sok apróságért hálát adott, hogy ezt az Úr végezte. És én korábban ezeket a dolgokat teljesen magától érthetődőnek vettem, hogy persze, hogy van parkolóhely, hát ott szokott lenni parkolóhely, én csak beállok. De hányan tudjátok, hogy nagyon jót tesz ez nekünk, hogyha tudjuk, hogy a jó dolgok kitől jönnek. Ha valami jó dolog történik, hálát adsz Istennek. Vajon ez mire ösztönzi Istent? A Jozika kicsit más, mint a Sasa, és amikor nem beteg, és amikor minden rendben van vele, szinte lehet azt mondani, hogy rendszeresen jön oda, és megölel, és azt mondja, hogy szeretlek. És akkor olyan aranyos, hogy nem csak az, hogy oda jön hozzám, mondjuk, ha velem kezdi, megölel engem, és akkor szalad az anyjához. Őt is szereti, ha úgy van, elmegy a Sasához, őt is megöleli, őt is szereti, a Szofikát is, hogy így mindenki felé kimutatja a szeretetét, és csak úgy egyszer, csak úgy gondol egyet, és csak úgy odajön, és megölel. Ha valakinek van gyereke, és ezt már átélte, akkor tudod, hogy ez milyen egy jó érzés. Képzeld el, amikor te ugye a szívedből egyszer csak gondolsz egyet, nincs Isten tisztelet, nincs imakör, nincs senki körülötted, és eszedbe jut, hogy valami, hogy milyen jó dolgok történtek veled, és csak úgy fölkiáltasz, hogy köszönöm, Uram, olyan jó vagy hozzám, Uram. Hogy eshet ez Isten lelkének? Van-e Istennek lelke? Tud-e érezni? Tud-e boldog lenni? Tud-e szomorú lenni? Tudunk-e örömet vagy bánatot okozni neki? Amikor csak úgy spontán úgy megöleled az atyát. Köszönöm, Uram, olyan jó vagy hozzám. Dicsőség neked, nincs senki körülötted. Tudod, mekkora dolog ez Istennek? Hatalmas dolog. Neked is, mert ez sok mindent fog eredményezni a te életedbe, ha egy ilyen hálaadó életet tudsz élni, hogy rendszeresen el tudod ismerni azt, hogy a jó dolgok honnan jöttek, hogy nem hagyod, hogy felfúvalkodjál, hanem folyamatosan emlékezteted magad arra, amikor mész fölfele. Hányan tudjátok, hogy mi mindannyian, akik itt vagyunk, a bizalmunkat, akik Jézusba vetettük, nekünk az utunk fölfele megy. Amen. Ezt nem fölöslegesen mondtam el, hogy amikor megy fölfele a dolgod, akkor emlékeztesd magad, hogy kitől kaptad ezt a sok jót, és hogy ki az, aki fölemelt téged, mert erre számítanod kell. Amen. Hogy felemelt téged Isten, hogy nem maradsz ugyanitt, hanem fölemelt téged Isten. Sikeres leszel. Vannak, akiket a szolgálatba fog kiemelni Isten, van, akit a munkahelyükön, a kezem munkáját fogja megáldani. Isten országát sokféleképpen lehet építeni, és Isten sok mindenre használhat bennünket. Nemrég, tudjátok, hogy a YouTube-ra szoktuk feltöltögetni a tanításokat, meg amik itt elhangzanak, és a YouTube felajánlotta, hogy van egy ilyen YouTube csatornánk, hogy ilyen rövid bemutatkozó szöveget írjunk, és mondom, jó, írjunk, és nekifogtam, és akkor most nem emlékszek szó szerint pontosan, de a lényege az megmaradt, hogy mi itt a Mennyország klubban olyanok vagyunk, akik hiszünk Jézusba, hiszük, hogy ő megáldott bennünket, és hogy azt szeretné, hogy mi is áldás legyünk mások számára. Amen. Hányatoknak van ez a vágy a szívébe, hogy nem csak az, hogy nekem legyen jó, hogy én legyek boldog, hogy én legyek szabad, én legyek örömteli, hanem hogy miután ez megtörtént, hadd emeljünk fel másokat. Ugye mondja Isten igéje, hogy aki másokat megöntöz, ő maga is öntöztetik. Aki mást felüdít, ő maga is felüdül. Amen. Hányan szeretnénk ilyen felüdítők lenni, hogy amikor az emberek találkoznak velünk, vagy a közösségünkben vannak, úgy jobban érzik magukat, hogy nem lehúzzuk őket, hanem felemeljük őket. Amen. Hogy hiszünk bennük, hogy nem arra tekintünk, hogy mik a problémái, hanem tudjuk, hogy velünk van Isten, és hogyha te velünk karöltve összefogsz, és te is a bizalmadat Jézusba veted, akkor ki fogsz jönni, mindegy, hogy miben vagy. Amen. Hogy akárki, például Halimban tegnap is hoztak egy beteget megint. Előtte, amikor ott voltunk, akkor is hoztak egy beteget, akik ilyen rákos, és hát így nagyon sok rosszat mondtak róla, és hogy eljött az a másik, aki először jött, ő már jobban lett, dicsőség Istennek, és utána nagyon örömtelien jött, most hoztak még egy beteget. Ez lesz a tendencia, meg fogjátok látni, hogy hozzák az embereket. Megtudják, hogy Jézus a gyógyító, és ő veled van, és az emberek jönnek. Az evangelizációkra, ahova megyünk, az emberek csak jönnek, mert érzik, hogy van ott valami. És halleluja ezért, dicsőség Istennek. Föl fog emelni Isten, mi meg mit fogunk tenni? Folyamatosan hálát adni neki. Köszönöm, Uram, hogy te húztad ki a lábamat a törből, te emeltél fel engem,
Köszönöm, Uram, hogy ezt Te végzed az én életemben. Hálás vagyok neked, Uram. Köszönöm. És ezt szabad akkor is tenni, amikor senki nincs körülötted. Amikor otthon vagy, amikor fölkelsz, amikor lefekszel, amikor mész a buszon, és van munkahelyed, és eszedbe jut, hogy dolgozhatsz hétfő reggel. Köszönöm, Uram, hogy van munkahelyen. Halleluja. Halleluja. Nem cselekszik égtelenül. A világ nem foglalkozik azzal, tudjátok, annál vagányabb vagy, minél trágárabból beszélsz, és kötő szavaknak használnak olyan szavakat, amik Isten fülében nem túl jól csengenek. Hányan hiszitek, hogy mivel mi az övéi vagyunk, ez nem helyes, hogyha ilyen, ha ilyen szavakat engedünk, hogy kijöjjön a mi szánkon, hogy nem beszélhetünk úgy, mint a világ. Mi királyok vagyunk, papok vagyunk, és eképpen kéne viselkedjünk. Amen. Uralkodunk. Uralkodunk ebben az életben, és ezért a szavainkat megválogatjuk. Igen. Nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát. Mit csinál a világ ma, ha megnézitek az embereket? Mindenki rohan. Hova rohannak ennyire? Hát oda, hogy be tudják tölteni, hogy elérjék a saját céljaikat, hogy meglegyen az, amire ők vágynak, és hogy látjátok, mennyire sikerül ez a világnak. Van néhány ember, aki látszólag eléri azt, amit akar, látszólag. Úgy tűnik, hogy győztes, és hogyha nincs benne szeretet, akkor majd úgy is ki fog derülni, ha máskor nem a legvégén, hogy mekkora vesztes volt. Azt gondolta, hogy de jó neki. Hányan hiszitek, hogy ez az élet, amit most élünk, ez igen rövid időszak az örökké valósághoz képest. Viszont az, amit itt teszünk most ebben a rövidke kis időben, meg fogja határozni, hogy hol és milyen minőségben fogjuk eltölteni az örökké valóságot. Hogyha ezt látjuk, hogyha ez valóságos a számunkra, akkor könnyű lesz feladni olyan dolgokat, amik eddig nagyon fontosak voltak. Pál apostol mit mond, hogy mindent szemétnek ítélek az életemben. Az, ami fontos volt, azt ezután szemétnek tekintem, csak hogy a Krisztust megnyerjem. Hányan hiszitek, hogy ez egy nagyon jó dolog, ha meg tudod tenni, hogy ami eddig fontos volt, hogy legyen nagy házad, hogy legyen autód, hogy legyen ez, hogy sikeres legyél, hogy jó karriered legyen, mindez eltörpül amellett, hogy mi az, amit Isten akar velem. Hiszem azt, hogy él bennetek, és valóságos az, hogy igenis Isten országa létezik, a mennyország létezik, és mindannyian, akik hiszünk, oda fogunk kerülni, és azt mondja a Biblia, hogy ha valaki csak egy pohár vizet ad is, a legkisebb tanítványnak semmiképpen el nem veszítheti a jutalmát. És mit mond azokról, aki elhagyja apját, anyját, feleségét, gyermekeit, szántóföldjeit, én életem és az evangéliumért, aki 100 annyit ne kapna még ebben az életben, és a következőben örök életet. Amen. Tudjuk azt is, hogy Jézus mondta, hogy ne a földön gyűjtsük a kincseket. Amen. Hány ember leragadt itt mégis? Szinte az egész világ élete erről szól, hogy a földi dolgokat hajszolják. Mintha nem is lenne semmi azután, hogy meghalunk. Hányan vagytok biztosak benne, hogy igenis folytatódik az életünk? A fizikai halálunk után is folytatódik, lesz valami. Méghozzá jó lesz a számunkra. Ezt hiszitek? Hiszed, meg vagy róla győződve? Biztos? Felmered emelni a kezedet is? Annyira is biztos vagy benne, hogy tényleg biztos, hogy van mennyország? És biztos, hogy várod bennünket valami? Hogyha ilyen biztos vagy benne, akkor jó, ha úgy tekintesz erre az életre, hogy mint ez lehet, hogy nem a legjobb hasonlat, de most ez jutott eszembe, hogy tudjátok, amikor van ilyen, nem tudom, hogy ezt hogy hívják a diákoknál, amikor tanulhatnak, és nem kell bejárjanak, ezt hogy hívják? És utána jön a vizsga. Szorgalmi időszak. Igen, erre gondoltam. Igen, ilyen szorgalmi időszak, hogy nem kell ott legyél mindenhol, nincs más dolgod. Én emlékszem, hogy amikor én jártam iskolába, ez nekem azt jelentette, hogy nem kell semmit csináljak. hogy semmi dolgom nincs. Nyugodtan mehettem focizni, ide-oda, amoda, de a vizsga napja az egyre közelebb jött. És olyan rosszul éreztem magam, amikor ott volt a vizsga, és tudtam, hogy nem készültem fel. Hányan éreztétek rosszul magatokat így vizsga előtt, amikor tudtad, hogy tanulhattál volna, de nem tanultál, és izgultál, hogy csak meg ne bukjál? Hányan szeretnétek ennél magabiztosabban állni az utolsó napon, hogy nem izgulsz, hogy vajon átmegyek, vajon bejutok, vajon nem jutok, vagy tudod, hogy azon gondolkodsz, hogy 4-es vagy 5-ös lesz? Hogy nem az, hogy egyáltalán kapok-e egy 1-est, hanem hogy 4-es vagy 5-ös lesz? És
Úgy kellene éljük ezt a rövidke kis időt, ezt az életünket itt, hogy tudjuk, hogy minden percével el kell majd számoljunk. És a legnagyobb kérdés nem csak az lesz, hogy mit tettél, mekkora nagy dolgokat tettél, engedelmeskedtél-e a parancsolatomnak? Szeretetben jártál-e? Hányan hiszitek, hogy ez egy kérdés lesz, ami fel lesz nekünk téve minden nap, hogy emlékszel, hogy parancsoltam neked valamit? Igen. És ugye megtetted? És hányan szeretnénk ezt mondani, hogy igen, törekedtem rá. Néha elrontottam, de ez volt a szemem előtt, hogy olyan életet éljek, ami neked kedves. És ha olyan életet akarsz élni, ami Istennek kedves, akkor ez a szeretet élete lesz, hogy szereted a másik embert. És sokan azt gondolják, hogy én nem tudok hazudni, én olyan őszinte ember vagyok, ez is a bajom, ezért nem jutok semmire. Ha te Istennek engedelmeskedsz, azt akarod mondani, hogy nem jut semmire? Hányan hiszitek, hogy ez az ördög hazugsága? Ha Istennek engedelmeskedsz, akkor átkozott leszel? Ha megteszed azt, amit Isten mond, akkor rosszabbul fog menni a sorod? Hányan hiszitek, hogy itt valami bűzlik, hogy ez nincs rendjén? Egy rövidke pillanatra, nem is muszáj odalapozzatok, úgyis tudjátok, csak szeretném felolvasni nektek az 5 Mózes 28-ból egy érdekes dolgot. 5 Mózes 28-ról, én már 4 Mózesnél tartottam. 5 Mózes 28. fejezet, és mindjárt az első verse azt mondja, hogy ha pedig szorgalmasan hallgatsz az Úrnak a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden ő parancsolatát, amelyeket én parancsolok ma néked, akkor e földnek minden népénél feljebb valóvá tesz téged az Úr a te Istened, és rád szállnak mindez áldások, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak a te Istenednek szavára. Vajon Isten megváltozik? Tudjuk, hogy ez a törvény része, ugye, hogyha hallgatsz Istenre, akkor áldott leszel, de azt is ugye tudjátok, hogy ez Istennek a jelleméről is szól, hogy ha Isten mond neked valamit, akkor ő ezt azért mondja, hogy ha te ezt megteszed, akkor áldott leszel, amen. A törvény megváltozott, hogy már nem a törvény szerint vagyunk megítélve, hogy minden parancsolatot megtartsál, hanem arról van szó, hogy épp a tegnap láttam itt valamit ezekben az igékben. Akkor most már úgy ítél meg bennünket Isten, hogyha engedelmes vagy neki. Tudjátok, hogy azok, akiket Isten szelleme vezérel, azok Istennek fiai. Ha Isten az ő szelleme által szól neked valamit, te azt megteszed, akkor mire számíthatsz, hogy baj lesz, hogy rossz lesz az életed, vagy arra, hogy jó lesz? Hogy áldott leszel? Arra, hogy áldott leszel. Isten nem változik meg. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És ha akkor ez volt, hogy engedelmes voltál Istennek az Ószövetség alatt, nekünk pedig egy új szövetségünk van, ami jobb ígéretek alapján köttetett, mennyivel inkább igaz ez ma a számunkra, hogy ha engedelmeskedsz Istennek, akkor áldott leszel. Amen. Úgyhogy, ha nem hazudsz, ha nem lopsz, ha nem csalsz, akkor nem mondd azt ki, hogy ezért nem jutok semmire. Hányan hiszitek, hogy itt lekorlátozhatnánk Istent a saját hitünket kimondva, hogy én azért nem jutok semmire, mert Istennek engedelmeskedek. Isten bármennyire akar megáldani, ha én ezt mondom ki, megtehetné? Ha én azt mondom, azért nem jutok semmire, mert én olyan őszinte ember vagyok. Én azért nem jutok semmire, mert nem tudok lopni. Én azért nem jutok semmire, mert olyan szerencsétlen vagyok, én még hazudni se tudok. Nem olyan nagy baj ez. És a helyzet az, hogyha te egy ilyen ember vagy, akkor te áldott vagy, és ne átkozd magad azzal, hogy te pont ezért nem tudsz előre jutni, hanem mi történik azzal, ha engedelmes vagy Istennek? Áldott leszel. Amen. És még áldottabb, és még áldottabb. Azt hiszem, hogy nem fogok végigmenni a többin, mert sokáig eltartani, és azt terveztem, hogy ma rövid tanításunk lesz, jó? Úgyhogy csak úgy összegezni szeretném, hogy ha szeretnénk, hogy Isten még erősebben nyilvánuljon meg az életünkbe, akkor mit kell tegyük? Szem előtt tartani az új parancsolatot, hogy szeressük őt. És ez nagyon tetszik, ezt az Úr hoztam most, ezt fel kell írjam valahova, hogy ha írsz egy napi teendő listát, vagy ha írok én, igazából ezt én magamnak fogom ezt így mondani első körbe, ha írok legközelebb ilyen teendők listát, hogy ide menjek, ezt intézem, fizessem be a bankba, csekkeket fizessem be, menjek a piacra vásárolni, úgy fogom kezdeni, hogy szeretetben járni. Egész nap. És utána jön a következő pont. És olyan jó lenne, ha ez úgy beívódna belénk, hogy hoppá, ez a feladatom is van mára, hogy ne tévesszük szem elől. És ha
ha mindjárt így a nap elején ezt megteszed, akkor garantálhatom, hogy Isten kinyilvánítja, kijelenti, felfedi magát, valóságossá teszi magát a te számodra. Amen. Szeretnénk ezt? Én igen. Én szeretnék még többet. Mit szólnátok, ha elénekelnénk még egyszer ezt a dalt, ezt a többet? Többet tőled, Uram. Adjon még a jelenlétéből. És ugyanis odaszálljuk magunkat, hogy ez a mai nap is erről szóljon, hogy megáldjuk egymást, hogy szeretettel fordulunk egymáshoz, hogy megnyitjuk a szíveinket, és örülünk egymás sikereinek. Vágyunk még többre tőle. Amen. Halleluja. Nem tudom, ha ez egy rövid tanítás, akkor mi a hosszú? Nagyon röviden szerettem volna, nem készültem semmivel, és hát eltelt az idő. Áldott legyen az Úr. Álljunk fel nyugodtan, és dicsérjük őt, és énekeljünk neki, és köszönjük meg neki a jóságát. Thank you.
fáradtságot, nagyon erős gyógyító kenet van a fogban, valamelyik rágó fogban, a térdbe fejfájásra volt kenet a torokba. Ha valaki szeretné elfogadni Isten gyógyító erejét, vagy egy érintést tőle, gyertek nyugodtan előre, ha valaki segítene az elkapásba, azt is megköszönöm, és közben dicsérjük tovább az Úr Jézust, jó? Rangod,
Egy nagy hallelujat kiáltani? Ez egy kicsit gyenge volt, egy nagyot. Halleluja! Ez az, dicsőség Istennek. Dicsőség Istennek. A múlt héten nem volt idő, meg lehetőség arra, hogy bizonyságot tegyetek, viszont ma lesz. Halleluja! Úgyhogy aki szeretne bizonyságot tenni Isten jóságáról, már is jöhettek. Nagyon nagy szeretettel meghallgatunk. Ki az, aki szeretné kezdeni? Az Úr jóságát ki szeretné megosztani elsőként? Gyere bátran. Halleluja. 1-2. Ez is működik? 1-2. Igen. Hát nagyon-nagyon hálás vagyok az Úrnak, mert a múlt héten esett az eső, és pont autóval közlekedtem, és nem a busszal, hanem a kisebbikkel, és így most már egy kicsit korlátozottabb a kilátás az autóból. Tényleg egyébként nagyon érdekes, hogy máshogy lehet kilátni, na mindegy. És nagyon esett az eső, fordultam ki balra, és pont a gyalogosok is jöhetnek át az utcán, és nem, egyszerűen nem vettem észre, hogy ott van egy gyalogos. És hát tulajdonképpen még nem mentem neki, de az utolsó pillanatban egyszerűen hirtelen megláttam, hogy ott van a gyalogos, és ezt tudom, hogy az Úrnak köszönhetem, mert annyira esett az eső, meg így, hogy a lapát is